Na, sziasztok! Üdvözlök ezen a szép, gyönyörű vasárnap délelőtti napon. Szép az idő. Elég jó idő van ahhoz képest, hogy már november közepe van. De munka mindig van. Úgyhogy a mai nap alkalmával hozzá fogok kitakarítani a kamrát, illetve a padlást is. A legutóbbi alkalommal párommal megcsináltuk a folyosó részt. Meg. Itt egy pázsák szemét. Az udvarról, illetve innen a felső részről. Hát nem tudom mennyi ez van, vagy 30 biztos. Úgyhogy most itt tartunk a folyosóval. Itt egy pár bak, meg cement majd a kerítéshez még. De már ilyen szép lett a felső rész. Hát nem ilyen volt, igaz? Itt már jól látható a régi terasznak a helye. Ugye a metlaki, meg a téglasor. Itt volt régen a terasznak a széle. És akkor ezzel kitoldva egy olyan 4 méterrel kifele.
de legalább alá van szigetelve, hogy látom. Igaz, nem egy jó minőségű beton lett ide rakva, mert csak éppen lerakták azt annyi, igazából semmi extra. Szerintem olyan görbe, mint az állat. Nem, azt meg kihozzuk szépen. Itt van még egy pár darab kemény fadeszka, ezt majd kioldom innen, szerintem ezzel fogom kezdeni. Azt hiszem, hogy ez, nem is tudom, ez milyen falm úgy. Akác, vagy nem tudom, tölgy. Na, úgyhogy most így néz ki a folyosó rész. És akkor a mai program az a kamra lesz, egy kis rendrakás. Ez a kamra, és be van hányva ide a szerszámok, a tetőfólia, létra, meg még tudom én pár oszlop is van a kerítéshez. Úgyhogy szépen kipakolok innen, felsepregetek, aztán pedig jöhet majd a padlás.
nézzük meg a padlást is, hogy ott mi a helyzet. Szerencsére nincsen túl sok ramagy padláson, úgyhogy ez egy jó pont. Van itt ilyen csuhé, boiler, centrifuga, ereszdarabok, egy csomó üveg, néhány vajogcégla, meg egy csomó deszka itt a födémen. Azt ilyen szépen majd lepakolgatom. Hogyha fogunk hozzá majd tetőhöz, akkor ne kell majd itt minden keresztül átlépkedni, meg budácsolni. Az igen. Valami elektromos sütőféleség lehet ez. Kémény. Hát elég rossz már szegény, de úgy is lesz bontva, mert át fog kerülni nagyjából ide. Hát, köbe ide. Mert a tömeg kályhának lesz egy új kémény. Itt van még itt egy pár darab cső. Régi tévé. De szerencsére nem olyan rossz, úgyhogy ezzel hamar meg leszek. Viszonylag. Na, úgyhogy így néz most ki. A tető. Ez itt meg fog majd szűnni ez a kis székállás, és átkerül majd körülbelül egy olyan, hát egy olyan 130 centivel kijebb, egy grendára felfektetve, papucsfára, illetve erről pedig majd rákerül majd a másik székállás erre a mestergrendára végig. Annyi, hogy ezt majd ki fogjuk cserélni, mert ez eléggé elrohadt itt a kémény mellett, lehet látni, hogy ez igencsak cserés. Ja, meg annyi, hogy a födém az teljesen lesz verve. Szerintem még télen azt megcsinálom. Meg ugye, hogy lássam azt, hogy hova lehet majd bekötni a tetőt, illetve a födémet. És akkor végig az egész látszógerendás lesz. A jópadlóval, fölötte pedig cellulóz szigetelés. Ez a terv. Na jó, akkor dúrjuk. Thank you.
Na srácok, ez is megvan, ezt is megcsináltam. Hát egy olyan bő 6 óra volt, körülbelül 2 délelőtt, és így néz ki. Na azért most már így egy fokkal ez a jobban tetszik, úgyhogy ezekkel a képsorokkal zárom a videót. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Thank you.